Hello! Ebben a videóban ellátogatunk a pozsonyi állatkertbe, majd azután megnézzük Vöröskővárát is. Amit a pozsonyi állatkertről tudni kell, hogy a legérdekesebb állatok egyből a bejárat mellett vannak, és a terület többi részén hosszú utat kell bejárni ahhoz, hogy lássunk is valamit. Itt vagyunk mi, ahogy elszalasszuk a lehetőséget, hogy ne gyalog járjuk be ezt a lélekvesztő helyet. Vesse férnénkában nincs. Apu egybe külön. Olyan, neki bűjön ide. Kicsit. Pipi, gyere. Pipi, pipi. Baba kártya. Az anyukája. Igen, vagy apukája. Valamelyik. Ami igazán különleges volt a pozsonyi állatkertben, az ez a kupola épület volt, amelyben különféle főemlősök élnek. Kedves Red, ha ezt olvasod, akkor kinn vagy. Ugye tudod még a város nevét? El kellene egy jó társ, hogy beindítsam a vállalkozást. Barátod, Andy. Másik érdekesség a kilátó volt a farkasverembe. Íme a tapasztalatunk. A gyerekek számára külön játszótér is ki lett itt alakítva. Az állatkert után átmentünk Vöröskőre, az út nagyjából 50 perc volt. A vár körül sok minden ingyen is megtekinthető, mint a park, a tető, néhány helyiség és az udvar. A vár mellett egy sólyomudvar is megtalálható, bár arra most nem futotta az időnkből. A várba többféle jegy is kapható volt, mi a kiskörút és a nagykörút közül választhattunk. Kiskörút, nagykörút. Mi az utóbbit választottuk, mert abban a pince is benne volt. Az egész körút több mint másfél óra volt, én személy szerint akkor már haldokoltam a fáradtságtól és a liter számra fogyasztott kofolától. Maga a vár belseje nagyon szép volt. Ami számomra emlékezetes, az a minden szobában megtalálható zöld cserépkályhák, a mindig téged figyelő festmények, az Artúr királyos terepasztal és a szép plafonok. Itt az ágytál, amire vágytál! A kastélyból pedig egy titkos szekrényajtón át vezetett a kijárat. Come on! You've got to be joking. Azután a pincét is megnéztük. Nagyobb volt, mint gondoltuk. Hogyha Pozsony környékén jártok, mindenképp gondoljátok meg, hogy ellátogassatok Vöröskőre, útközben ugyanis a Kiskárpátok még rengeteg más látványossággal is rendelkezik. Kösz, hogy megnéztetek, sziasztok!